Immár második alkalommal hasították sárkányhajók a szombathelyi csónakázótó vizét, ugyanis a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva ismét megrendezte ennek a speciális sportágnak a fesztiválját. A sporteseményt Hente Csaba nyitotta meg, aki a sportolás, a mozgás fontosságára hívta fel a megjelentek figyelmét. Mindenkit buzdítok arra, hogy álljon fel a fotelből, kezdjen el sétálni, kocogni, kutyát sétáltatni, mindegy mit, csak rendszeresen hetente háromszor mozogjon. Sokkal tovább fog élni, és ami fő, sokkal jobb minőségben. A második szombathelyi sárkányhajó fesztiválra összesen 26 csapat adta le a nevezését. A legénységek többsége a Vasi megyeszékhelyről érkezett, ám jöttek együttesek Szentgotthárdról, Rönökről, Győrből és Budapestről is. A tavalyi évhez képest szinte megdupláztuk a csapatoknak a számát, ami nyilván a mi munkánknak is köszönhető, de inkább arra szeretném felhívni a hangsúlyt, hogy hatalmas nyitottság és érdeklődés van a másik oldalon. Közösségeket, cégeket, egyesületeket, intézményeket szólítottunk meg. A résztvevők rendkívül fontosnak tartották magát a versengést, de legalább ennyire előtérbe helyezték a közösség építésének lehetőségét is. Sporttudományi Intézet csapata leszünk, Sportosok a nevünk. Azért hoztuk létre, mert mi ezzel foglalkozunk, mi mindig versenyeztünk, bár már a korunk és az erőállapotunk nem olyan, de egy verseny nekünk is meg kell jelenni, és nagyon jó bulinak tartjuk. Nem az eredményt tartjuk a fontosnak, hanem hogy együtt legyünk ennyi jó sportoló emberrel. A csapatok 200, valamint 2000 méteres távokon mérhették össze tudásukat, felkészültségüket. A szervezők több kategóriában írták ki a versenyt, ennek köszönhetően hasonló képességű együttesek evezhettek egymás ellen.